Ma 32 éve alakult meg a KMKS, akkori Szovjetunióban az első érdekvédelmi szervezet. Megkérem a elnök urat, értékelje az elmúlt 32 évet, főleg az utóbbi egy év talán eseményeit, mert mindig is volt dolga a KMKS-nek. Mindig volt dolgunk. Elmondhatom azt röviden, hogy az eddigi tevékenységünket azt leginkább három szóval lehet jellemezni. Ez a munka, a küzdelem és a remény. Mindig volt munka, amit el kellett végezni. Mindig olyan helyzetben voltunk, hogy küzdeni kellett kárpátai magyarok érdekvédelmében, és még most is megvan a remény minden nehézség ellenére, hogy ez a küzdelem eredményes lesz, és a legfontosabb cél, hogy a kárpátai magyarság szülőföldjén magyarként meg tudjon maradni, és egy jobb élet lehetőségét meg tudjuk teremteni, ezt el tudjuk érni. Kezdeném azzal, hogy az első feladatok közé tartozott a struktúra kiépítése, és mai napra elmondhatjuk, hogy ahol magyarok élnek Kárpátalján, ott mindenütt létrehoztuk a saját sejtjeinket. A központi szervezet 42 000 tagot számol, ami azt jelenti, hogy kárpátai magyarság egyharmada a KMKS-ben tömörül. Van 112 alapszervezetünk, ez egy lefedettséget adnak a vidéknek, ahol a magyarok kompakt módon, vagy akár kisebbségben, településenként élnek. Azon kívül, hogy van egy társadalmi szervezetünk, amelyik funkcionál és jól funkcionál, 2005-ben, amikor kiderült, hogy a választásokon való részvételhez pártot is kell létrehoznunk, hiszen társadalmi szervezetek nem vettek részt a választásokban, akkor létrehoztuk a KMKS Ukrajna Magyar Pártot, amelyik ugye most 16 éves, tehát fele annyi idős, és amelyik szintén sikeresnek mondható az elmúlt időket tekintve. Mi a KMKS legfontosabb célja és a céloknak megfelelő feladatai? Legfontosabb célok, ez a kárpátai magyarság gazdasági, politikai, szociális, kulturális, oktatási és ökológiai érdekvédelme, a magyarok hagyományainak, hagyományőrzésének elősegítése és a nyelvi jogainak a védelme, a magyar nyelv védelme. Nézzük sorban őket, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni ezen célok megvalósulásában. A gazdasági cél. Hát ugye a Ukrajnában hosszú ideje gazdasági válság van, a megélhetési lehetőségek nem jók, és sajnos romlanak. Ami persze egy jelentős elvándorláshoz is vezetett az egész országból, hiszen több millió ukrán most is külföldön van, és annak jelentős része nem is tér vissza. De minket magyarokat különösen érzékenyen érintett, hiszen kevés a magyar, kis létszám a magyar, és a részarányunk az összlakossághoz képest is csökken. Tehát nyilvánvalóan a gazdasági érdekvédelem nagyon fontossá vált, hogy itt is lehessen megélni, itt is lehessen boldogulni. Ennek érdekében, hogy a gazdaság szereplőit, a mezőgazdaságban szereplőket, hiszen a kárpátai magyarok 70%-a vidékenél is vidéken leginkább mezőgazdaságból lehet megélni, a farmereket, a kis és középvállalkozókat segítsük, valamint a turizmussal foglalkozókat. Dolgoztuk ki Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai tervét, az EGANEDE tervet, és e terv megvalósítására létrehoztuk az EGANEDE gazdaságfejlesztési központot, jótékonysági alapítvány, de amelyik pályázati úton segíti hozzá azokat, akik szeretnének valamilyen indulási tőkéhez jutni, vagy pedig már meglévő vállalkozásukat, vagy éppen gazdaságukat megtámogatni egy kis pénzinekcióval, és erre Magyarország partner, mint minden másra is, és valóban komoly támogatások érkeztek itt az elmúlt időben, hiszen eddig már több mint 16.600 pályázó részesült támogatásban, amelynek vonulbene meghaladja az 1 milliárd grivenyt. Ez igen komoly összeg. És valóban hozzájárul ahhoz, hogy akik akarnak maradni, azok itten találjanak egy lehetőséget, egy jobb lehetőséget a boldoguláshoz. A másik kör ez a szociális támogatás, hiszen az emberek egy része nem a gazdaságból él, hanem a közszférában dolgozik. Ezek elsősorban az oktatási, egészségügyi dolgozók és a kultúrában szereplők, kulturális életben szereplők, és ugye a fizetések elég alacsonyak, miközben Magyarországon az itteni keresetek 3-5-szörösét meg lehet szerezni, vagy nyugodtan még a többszörösét is. Azért van egy hazaszeretet, van egy Kárpátalja szeretete,
meg van család, meg van, ami itt tart, és hogyha ez még a fizetéshez hozzá tudunk tenni egy kis pluszt, akkor bizony sokat, sok embert vissza tudunk tartani az elvándorlástól, a gazdasági elvándorlástól, és ezért a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány révén szociális támogatásokat tudunk adni a magyarországi forrásokból, amelyekből sok ezer az említett szférákban dolgozó kap most fizetéskiegészítést, és elég jelentős összeget, ami 3-4 havi fizetésünknek is megfelel, ami azért már szintén egy nem csak gesztusértékű, hanem annál több, és egy visszatartó erő. Következő a kulturális támogatás, a kulturális érdekvédelem, ami azt jelenti, hogy a magyar kultúrát azt védjük, és ez rendezvényeink százainak sorával bizonyítható, hogy nagyon sok kulturális eseményt felkarolunk, pénzügyileg is támogatunk, szervezésben is támogatunk, azért, hogy a magyar kultúra éljen. A magyar kultúra világon az egyik leggazdagabb, szerintem a leggazdagabb. Óriási kultúrkincsünk van, ennek különböző szeletei megjelennek a vidékünkön is, és annak a képviselői, jeles képviselői szintén itt vannak, és mindenkit, aki a kultúrát szereti, és őrzi, ápolja, vagy esetleg gyarapítja, gyarapítani is tudja azokat, mit támogatjuk a tevékenységünkkel, úgyhogy ez az élet, a kulturális élet, hát egyébként benne van a szerzetünk nevében a Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség, tehát igazából azért jött létre, hogy a magyar kultúrát életben tartsuk, gazdagítsuk, és továbbadjuk mindig a következő nemzedéknek. Az oktatási érdekvédelem, na hát ez talán az egyik legfontosabb, hiszen magyar nyelv nélkül, magyar nyelven, anyanyelven történő oktatás nélkül nehéz elképzelni közösségünk fennmaradását és életképességét. És sikerült óriási eredményeket elérni. Óriási eredményeket. Ilyen a Beregszászi Főiskolának a létrehozása, amelyik egy kulturális központ, amelyik egy csodálatos intézmény, amelyik magas színvonalon működik, és nem csak az oktatásban, a nevelésben, de a kulturális életnek az őrzésében és gyarapításában, erősítésében is. Sikerült elérnünk, hogy van magyar szakképzés, színvonalas magyar szakképzés, ami csodálatos, hiszen nagy szükség van a szakemberekre, mert a szakemberek egyrészt elvándorolnak, másrészt pedig egyre kisebb és gyengébb a szakoktatás itt Ukrajnában. A magyar szakképzés viszont erős, tehát van utánpótlás a káderekben, a szakemberekben, ez is egy nagyszerű eredmény. Amint az is nagyszerű eredmény, hogy sikerült kiépíteni teljes egészében a magyar oktatási rendszert, magyar oktatási intézmények hálózatát, óvodától kezdve, középiskoláig befejezve. Kárpátalján összesen 118 olyan iskola működik, amelyben az oktatási nyelv, kisebbségi nyelv, vagy kisebbségi nyelv is, tehát ott, ahol párhuzamosan ukrán és kisebbségi nyelv történő oktatás folyik. Ezek közül a 118 közül 99 magyar. Ez egy nagyszerű oktatási hálózatrendszer, amit évek alatt, évtizedek alatt sikerült kiépíteni, és büszkék vagyunk rá, és ennek a színvonalát fenntartani, folyamatosan egyrészt a káderek képzésében, továbbképzésében, illetve hát az anyagi műszaki bázis fejlesztésében mi is elősegítjük és dolgozunk érte. És hát célunk, hogy ezt az oktatási rendszert ne rombolják szét, de most erre nagyon komoly próbálkozások vannak, és valószínűleg nehezen fogjuk tudni megvédeni, mert az oktatási törvény olyan, hogy várhatóan a közeljövőben 40 középiskolát kell majd megszüntetni, ami egy óriási fájó seb lesz a mi közösségünk életében, de hát ez nem csak mi ránk jellemző, hanem egész Ukrajnára, minden oktatási intézményre, középfokú oktatási intézményre. Az ökológiai érdekvédelem. Csodálatos vidéken élünk, Kárpátalja, kis Svájc, lehetne. Mindenünk megvan, adott, Isten megajándékozott minket a természet minden csodájával, de mi ezt nem becsüljük. És itt nem csak az országról van baj, meg az hatalommal van baj, hanem az emberekkel is sajnos. De vannak olyan problémák, amikor bizony érdekvédelemre van szükség. Például a muzsai aranybányát beindították, működtették az ottani közelben lévő emberek életszínvonalát, rontották azzal, hogy beszennyezték, elszennyezték a talajt, akik viszont mezőgazdasággal foglalkoznak, már pedig muzsaian sokan foglalkoznak ezzel. Azok egy rossz minőségű terméket, egy egészségre káros terméket tudtak csak előállítani. Örültünk, amikor ez a bánya beszüntette a működését, és nem örülünk annak, hogy újra próbálkozások vannak újra nyitni, mert ebből valakik nagyon gazdagodni fognak, viszont az ott élő emberek csak a kárát fogják látni. Ezért folyamatosan harcot kell folytatnunk, mint például a sóbánya ügyét is Szatinán felkaroltuk mi is, és próbálunk tenni azért, hogy egyrészt megakadályozni a technogén és az ökológiai katasztrófát, ami fenyeget,
a technogén katasztrófa, hiszen süllyed a föld és beszakadt már több helyen, és veszélyezteti az ott élők életét és biztonságát. Az ökológiai katasztrófa pedig, hogy a víz bemossa a só jelentős részét a Tisza folyóban, ami az ott élő élővilágot veszélyezteti. Tehát nyilvánvalóan meg kell akadályozni ezeket a még mindig meglévő veszélyeket, és hogyha ezeket sikerül, akkor pedig van egy távlati terv és remény, hogy újra be lehet indítani a sóbányászatot, hiszen a szlatinai só minőség Európában a legjobb, és mennyisége is megfelel arra, hogy ott egy jelentős üzletág újra beinduljon, és az ott élő emberek számára megélhetés lehetőséget biztosítson hosszú távon. De a szilárd hulladék kezelése is egyik nagy problémája a Kárpátaljának, hiszen ezt a gyönyörű vidéket mi beszennyezzük, és ezek a szennyezésnek több jelét, apró jelét látjuk, de nagy jelét annak, amikor áradás, és ilyen tavaszi áradás most is van, a Tiszán több tízezer tonna szemetet visz le Magyarország felé, szégyen az országnak, szégyen a miénk is. Nyilvánvaló, hogy ezt a problémát kezelni kell. Sajnos az elmúlt évtizedek alatt Kárpáten egyetlen szemét feldolgozó üzem sem épült még, már pedig hát ez a jövő. A szilárd hulladéknak a 90%-át az európai fejlett országokban újrahasznosítják, nálunk ilyen nincs. Tehát nyilvánvalóan kellene legalább egy pilóta projekt, egy projekt, hogy hogy kell ezt csinálni, aztán, hogyha ez jól működik, akkor utána meg lehet módon az egész megye szintjén a szilárd hulladék kezelését. Most erre van esély Jánosiban egy lerakodó, egy szemét lerakodó és szortírozó fog épülni. Európai Uniós pályázatból magyar-ukrán, magyar-kárpátai összefogással, és későbbben ez úgy épül, hogy ez egy feldolgozó üzembe alakulhat át, tehát lehet egy ilyen pilóta projekt. Ez valami jónak az indulása lehet, mi ezt a projektet kezdettől fogva kezdeményeztük és támogattuk, és reméljük, hogy sikeres lesz. A hagyományőrzés, hát ez a KMKSZ egyik fő feladata, és gondolom, hogy azokkal a rendezvényekkel, amelyeket hagyományőrzés téren szervezünk és finanszírozunk, és ezt a célt szolgálják, hiszen a múltban gyökerezve lehetünk olyan erősek, amivel kibírjuk a jelen viharait, és ez a mi magyar hagyományainkat, amelyek szépek és gazdagok, meg kell őrizni, valamint az anyanyelv használati lehetőségének megőrzése, ami szintén veszélyben van, hiszen az elmúlt időben olyan jogszűkítések történtek Ukrajnában, az új oktatási törvény elfogadásával, az általános oktatásról szóló törvény elfogadásával, illetve a nyelvtörvény elfogadásával, amelyik az ukrán nyelv használatát erősíti, viszont a kisebbségi nyelveket teljesen kiszorítja, és annak a használati lehetőségeit nagyon korlátozza. Jogkorlátozások, jogszűkítések történtek, amelyek megnehezítik az anyanyelv használatát mind az oktatásban, mind pedig a társadalmi élet minden területén. Ezzel ellen mi próbálunk a magunk lehetőségeihez képes küzdelmet folytatni, ebben partner Magyarország. Meglátjuk, hogy sikerül eredményt elérni. Egyelőre nem adjuk fel, és itt beszéltem a reményről, még mindig ott van előttünk, hogy bízunk benne, hiszen jó célokért küzdünk, hogy sikeresek, eredményesek leszünk. Elmondanák még néhány részletet és számot, hogy nem untatni akarom ezzel a nézőket és a hallgatóságot, hanem azért bizonyítani, hogy valóban amit teszünk, az nem kicsi léptékben, mértékben, volumenben. A szociális támogatást, amikor nézzük, ugye ez a fizetés kiegészítés, csak az elmúlt évben, hiszen említetted, hogy az elmúlt évre inkább nagyobb súlyt fektessünk, csak az elmúlt évben, és most nem beszélek az összegről, amit kaptak az emberek, mert ha mondok egy nagy számot, akkor mindenki rögtön hú, de az, ami ebből lecsapódik, mint adó itt Ukrajnában, amikor azt mondják, hogy a mi tevékenységünk, a mi általunk létrehozott jótékonysági alapítványok tevékenysége, többek között a vádak között, amik között szerepel a szeparatizmus, szerepel az Ukrajna területi integritásának egységének a veszélyeztetése, szerepel az is, hogy kárt okozunk Ukrajnának. Hát kérem szépen, a szociális támogatásból csak adóként itt lecsapódott a tavalyi évben, csak a tavalyi évben, összesen 37 millió griveny, amiből 20 millió maradt itt a helyi közösségekben, helyi adóként önkormányzatoknál. Ez elég jelentős összeg ahhoz képest, hogy milyen szegényes a mi költségvetésünk. De vegyük a másikat, mondjuk a fejlesztések, az infrastruktúrális fejlesztések, amelyekben ugye szintén érdekeltek vagyunk, és amelyeket a keleti partnerség program keretében valósítunk meg többek között. Az elmúlt évben 13 intézménynek a felújítása történt meg a program keretében, több mint 100 millió griveny értékben. A háziorvosi rendelők felújításának a támogatása, ami ugye megyei magyarországi támogatásból történik,
viszont megint csak a mi általunk létrehozott alapítványok által 14 intézmény felújítása történt csak a tavalyi évben, 16 millió éven értékben. A bázisiskola felújítási program, amely szintén fut, és még kezdeti stádiumában van, az elmúlt évben még csak 5 intézmény felújítása történt, sokkal több van terve, 196 millió riven értékben, összesen intézmények felújítására az elmúlt évben 314 millió riven lett fordítva, és 32 intézmény lett felújítva. Azért ez már nem kicsi szám. A továbbiakban még elmondhatom azt is, hogy az egészség úgy ugye nem tartozik, ami az alapszabályunkban leírt vállalások, célok és feladatok közé, de azt látjuk, hogy az egészségügy is bajban van, az egészségügyi ellátás is nem felel meg a kor követelményeinek és színvonalának, illetve az elvárásoknak, különösen mióta ez a Covid-járvány betört hozzánk, és nagy csapás az egész emberiségnek, így a kárpátaiaknak és a kárpátai magyaroknak is. Láttuk annak az igényét, hogy kezdetben először is segíteni kell a védőeszközöknek a beszerzésében és az odajuttatásában azokhoz, akik leginkább rászorulnak, ezek az egészségügyi dolgozók voltak, és ezért mi is a KMKS rögtön gyűjtést szerveztünk, és nagyon rövid idő alatt több mint 3 millió grivent sikerült gyűjteni, ebből 70 egészségügyi intézmény dolgozói kaptak ilyen különböző védőeszközöket, valamint egy lélegeztetőgépet is sikerült vásárolni. Később ebben Magyarország is beszállt ebbe az akciósorozatba, és Magyarország is támogatja, amelyeknek egy része rajtunk keresztül jutott el. De ma már nem csak az egészségügyi dolgozókat tudjuk segíteni, de iskolákat, óvodákat is, az ott élő, az ott dolgozó munkatársaknak is, ahol nincs elég védőeszköz, tudunk biztosítani, hiszen az egyik módja a védekezésnek, hogy legyenek maszkok és legyenek fertőtlenítőszerek, ezeknek a bevásárlása néha pénzügyi probléma, mi ebben is tudunk segíteni. Azon kívül még, amit szeretnék megnevezni, hogy hát szintén nem feladata a KMKS-nek, hogy az útépítéssel foglalkozzon, hiszen mi egy társadalmi politikai szervezet vagyunk, de mivel a választási jó eredmények miatt is, ez 2015-ben is bekövetkezett, amikor történelmi sikert értünk az önkormányzati választásokon, valamint az elmúlt évben, október végén is, amikor ezt az eredményt felül tudtuk múlni, hiszen csak, hogy ilyen számokat mondjak, az elmúlt évi önkormányzati választásokon a megyei tanácsba, a megyei tanács KMKS listájára 39 ezer választópolgár szavazott, ami 11,5%-a volt a választásokon megjelent szavazópolgároknak, ami 2%-a jobb eredmény, mint 2015-ben, amikor a történelmi sikert értük el, és így sikerült a kárpátai magyarság érdekvédelmét annak részarányában, ahogy jelen van az összlakossághoz képes Kárpátalján biztosítani, hiszen Kárpátalja lakosságának 10%-a körülbelül a magyar, de sikerült két járási tanácsba is, a Beregszászi és a Lungvári járásban is bejutni képviseletünket, illetve 17 kistérségben, amelyek megalakultak, összesen 130 képviselője van a KMKS-nek a különböző szintű tanácsokban, ami azért fontos, hogy a politikai érdekvédelmet is tudjuk gyakorolni, hogy legyünk ott, ahol rólunk döntenek, hogy bele tudjunk szólni ezekbe a döntésekbe, és esetleg befolyásolni is tudjuk, hiszen azért a többség ezek közül, önkormányzatok közül ott úgy vagyunk jelen, hogy vagy egyedül a KMKS gyakorolja a többséget, vagy pedig valamilyen koalícióban. Persze van, ahol ellenzékben is vagyunk, így például a megyei tanácsban is úgy alakult, hogy ellenzékbe szorultunk, ami számunkra semmiképpen sem kedvező, és először fordult elő, hogy a magyarok a megyei tanácsban úgymond ellenzékbe szorultak, tehát kihagyták a koalícióból, a hatalomból. Hát van reményünk arra, hogy esetleg ez a jövőben megváltozik, mert ez semmiképpen sem jó, sem Ukrajnának, sem Kárpátaljának, de nekünk kárpátai magyaroknak különösképpen nem. De mivel ott vagyunk, akkor nyilvánvalóan az érdekvédelemhez tartozik az is, hogy javítsuk a mi közösségeink, a mi embereink életkörülményeit, és ezekhez hozzátartoznak az utak. Hiszen Kárpátalja három fő problémája, problematikája, közül az egyik az utak, a másik a határátkelés lehetőségnek javítása, mert az borzalmas, a harmadik pedig az ökológia, amiről már beszéltem részben. De az utak minőségének javítása, ez mindenképpen stratégiai cél, hiszen jó utak nélkül nem lehet gazdasági fellendülés, nem lehet turizmus fejlesztése, és egy sor más dolog is, ami kihat az emberek mindannyiunk életére. Az elmúlt 3 évben itt paradigmaváltás történt, és ez köszönhető a mi KMKS frakciónak is, a megyei tanácsban megjelent, hiszen egyetértettünk azzal
az ott lévő képviselőtársainkkal és akkori kormányzóval, aki akkor volt ugye Gennady Mászkán, hogy be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy a utakra fordítható nem nagy összegek 90%-a kátyúzásra fordítódik, mert az olyan, hogy rövid élettartamú. Tehát 3-6 hónapig van eredménye, aztán újra kezdhetjük előről, hanem paradigmaváltás lényeg az, hogy a 90%-ot a generális javításra kell fordítani. Jó utakat kell építeni, és esetleg a 10% ugye ez az, hogy ahol nincs pénz, de viszont nagyon nagy a baj, hogy ottan kátyozunk. És valóban jó utak kezdtek el épülni azóta. 3 év alatt több, mint az előtti 25 évben összesen. És most megjelentek ezek a jó utak, és ez folytatódik is, és ebben nekünk is volt részünk, tehát összesen az 5 év alatt a KMKS frakció lobbizásának következtében egy 200 millió grivent sikerült előirányozni helyi utakra, megyei járási jelentőségi utakra, olyan vidékre, ahol a magyarok élnek, és az elmúlt évben, csak az elmúlt évben sikerült 78 milliót költeni 10 útra, amelyik magyar vidéket érinti. Tehát akik ott élnek, azok ezt láthatták, érezhetik, hogy valóban történik egy nagyon komoly változás és javulás. Ez az idén folytatódik. Még több a probléma, mint az eredmény. Tehát amikor ilyen interjúkat hallgatnak, ha néznek, akkor sokan, ahol még nagyon rosszak utak, rögtön azt mondják, hogy és akkor nálunk mikor, és akkor nyilván megjelenik az, hogy miért ott már megvan, itt meg nincs. Azért, mert nincs pénz, hogy egyszerre mindenütt, de úgy gondolom, hogy 5-7 év az az idő tartom, ameddig, hogyha ebben a tempóban folyik az útépítés, akkor kárpátaljai jó utak lesznek mindannyiunk nagy örömére, és ez lehetőség arra is, hogy valóban a gazdaság is fellendüljön, és a turizmus is fellendüljön. Hiszen ez a Covid járvány, mint minden a világon, előbb-utóbb véget ér, mi abban bízunk, hogy előbb, bár Ukrajnában vakcinálás még csak most indul be, Európában utolsó országként, de azért reméljük, hogy itt is megoldódik ez az emberiséget csapásként érintő nagyon nagy probléma, és ha megoldódik, akkor visszatérhetünk a normális életbe. Mindenki nagyon vágyik már erre, hogy normális gazdaság legyen, hogy normális turizmus legyen, hiszen a mi vidékünk fejlesztésének első pontja, legfontosabb pontja ez a turizmus fejlesztése. És hát mi bízunk abban, hogy egyrészt lehetőségünk lesz arra, hogy ezt a tevékenységet, amit folytatunk a kárpátai magyarság érdekében tovább tudjuk folytatni, mert a szükség megvan. Sajnos egyre nehezebb, tehát egyre jobban minket is olyan korlátok közé szorítanak be, hogy egyre nehezebb tenni a jót. Tehát sokan nem jó szemmel nézik, hogy mi ezt a jót tesszük, sőt nem, hogy nem jó szemmel nézik, hanem minket olyasmivel vádolnak, ami nagyon komoly vád, ami miatt hát állandó fenyegetettségben élünk. És ezek a magyar ellenes kirohanások, ezek a közösségünket is érintik, de az említett jótékonysági alapítványok, amelyeken keresztül ezek a magyarországi támogatások hozzánk eljutnak, és amelyeken keresztül mi is a tevékenységünk által elő tudjuk segíteni a kárpátai magyarok elsősorban életének javítását, életkörülmények javítását, de egész Kárpátaljára is kiterjed ez, nem csak a magyarokra, hogy ezek miatt hát a szabadságunkat veszélyeztetik. Nem várunk el ezért köszönetet, de igazából, hiszen Istennek tetsző dolgot mi velünk, és reméljük, hogy azért a kárpátai magyarok is ezt a választásokon egyébként mutatják, értékelik ezt a munkát, hanem csak úgy hagyják csinálni, mert a szükség megvan. Ha nem lenne szükség, akkor mi örülnénk a legjobban, hogyha Ukrajnában olyan gazdasági helyzet lenne, hogy minden problémát meg lehet helyben oldani, és nem szükséges a magyarországi támogatás, és a mi tevékenységünk is valóban csak a kultúrára, meg esetleg a politikai érdekvédelemre korlátozódna, de nem ez van. Úgy szintén folytatni fogjuk a jogainkért való küzdelmet, tehát az anyanyelvvel oktatás lehetőségeért és az anyanyelvhasználatának lehetőségeért való küzdelmünket. Hát ez egyre nehezebb és egyre reménytelenebb, de hát a remény hal meg utoljára, azért mi sem adjuk fel. Most ugye, ami megcsillant remény, ez miután az nyelvtörvény, az új nyelvtörvény, ez csak az ukrán nyelvre vonatkozik és annak a használatára, amelyik persze úgy beszorította a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeit, hogy túl sokat már nem várhatunk, de azért abból, ami várható, a maximumot szeretnénk kihozni, tehát ugye az elnök javaslatára és a kezdeményezésére be lett nyújtva, kidolgozva egy törvénytervezet, amelyik a kisebbségekről szólna és a kisebbségek jogairól szólna. Éppen riport előtt ezt a törvénytervezetet olvastam és tanulmányozom. Hát vannak benne jó dolgok, de olyanok is, ami sajnos bebetonozza azt, ami már van. Például azt, hogy az oktatás, az anyanyelvvel oktatás lehetőségét, azt, ahogy az oktatási törvény és az általános oktatásról szóló törvény bekorlátozta, beszűkítette, azt ez az új törvénytervezet is bebetonozná, megerősítené, tehát semmiféle változása lehetőséget ehhez képest nem ad, ami számunkra
elfogadhatatlan, és nem tudom, hogy egyáltalán tudunk-e ebből a korlátból egy kicsit legalább szabadulni, ezt tudjuk egy kicsit kitágítani. De egyébként a most már tegnap óta ülésező kormányközi vegyes bizottság, aminek a létrehozásában megegyezett a két külügyminiszter, Kuleba és Szijjártó legutóbbi kijevi találkozásukkor, most éppen erről tárgyalnak. Hát ez a tárgyalás egyelőre nem vitt előre semmit, de azért az is eredmény, hogy még mindig tárgyalnak, tehát reméljük, hogy azért valami az érdekünkben a javunkra ottan megszületik, ami kompromisszumos megoldásként talán nekünk is jó lesz. Hát a nyelvtörvény pedig, ami a nyelvhasználati jogokat pedig, ami illeti, hát ott ugye bizonyos lehetőségeket kapunk, de azt, ami volt vissza, valószínűleg nem. Ugyanakkor Ukrajna alkotmánya előírja, hogy bármilyen új törvény elfogadásakor meglévő jogokat korlátozni nem lehet. Tehát szerintünk alkotmánysértő, mind az oktatási törvény, mind a nyelvtörvény. Ettől függetlenül ezeket a törvényeket elfogadták, és mi most már csak azon próbálunk lenni, azért próbálunk még itt helyben, amit tehetünk, szavunkat hallatva, akaratunkat kinyilvánítva, és a közösségünk akaratáért küzdve, hogy a meglévő állapotokhoz képest a maximumot kihozni, hogy azért az életünk elviselhető legyen úgy ukrán állampolgárok, úgy, mint kárpátai magyarok közösségként. Tehát dolgunk van, küzdelmünket folytatjuk, és a reményünk még mindig megvan.